Új képzések indulnak a Mezőkövesdi Gimnáziumban. Az intézményben megszerezhető képesítésekről november 8-án és 9-én nyílt nap keretében tájékozódhattak az érdeklődők. A Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnáziuma minden év őszén nyílt nappal várja az általános iskolák 8-os diákjait és szüleiket, mely során az érdeklődők megismerhetik az intézmény múltját, illetve a kínált képzéseket. November 8-án egy általános tájékoztatóval kezdődött az iskola nyílt napja. Juhász Jánosné igazgató mutatta be az intézmény gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseit. Következő tanévre is mind a gimnázium, mind a szakgimnáziumi képzésre, a beiskolázásra várjuk a diákokat. A gimnáziumi képzésben továbbra is a hatosztályos, a nyelvi előkészítővel így 5 évfolyamos, illetve a 4 évfolyamos képzésre. Új elnevezés a szakgimnázium elnevezés, ugye ezt nagyon sokszor kell hangsúlyozni. Érettségit adó képzésről van szó, de egy olyan speciális képzés már, amikor az érettségi vizsgán az 5. kötelező vizsgatárgyként szakmai tárgyból érettségiznek, és ezáltal képesítést szereznek a tanulók. Fontos újdonság, ez most nem a 8-osokat, hanem általában az érdeklődőket érintheti, hogy iskolánkban felnőtt oktatás is elindult ebben a tanévben már, ezt a jövő tanévben is szeretnénk folytatni. A felnőtt oktatás képzési rendje szerint levelező oktatás, tehát heti 3 alkalommal vesznek részt képzésben a hallgatók, és így szerezhetnek ugye szakmai képesítést. Jelenleg pénzügyi és számviteli ügyintéző, illetve a kis- és középvállalkozások ügyintézője képzés folyik. Az iskolában elérhető szakkörökről, délutáni elfoglaltságokról, valamint a testnevelés oktatás keretében történő úszástanulásról is beszélt az intézmény igazgatója. Ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, ismét csak ezt tudom hangsúlyozni, hiszen a pedagógiai programunkban a heti 5 óra testnevelés óra keretében, ugye 2 órában szervezhető tevékenységeknél nálunk megjelenik az úszás a tanulók számára, és ezzel, hogy az iszoda ilyen közel van hozzánk, nagyon megkönnyíti ennek a megszervezését, és hát reméljük, hogy nagy segítséget jelent majd azoknak a tanulóknak különösen, akiknek még nem sikerült elsajátítani az úszás alapjait. Az iskola több külföldön működő intézménnyel tart kapcsolatot, valamint rendszeresen részt vesznek a Mezőkövesdi Gimnázium tanulói a Határtalanul, az Erasmus és a Comenius programokban. Emellett a fontosabb felvételi és jelentkezési határidőket is ismertették a nyílt nap résztvevőivel. Nagyon fontos, hogy a felvételi különböző szempontok alapján történhet. Amennyiben egy képzésre a központi írásbelin való részvétel feltétel, ez nálunk a nyelvi előkészítő osztályt jelenti, december 9-éig le kell adniuk a jelentkezési lapot a tanulóknak az írásbelire. Ez az írásbeli januárban, január 21-én lesz majd, tehát megelőzi a rendes felvételi eljárást. Ennek a birtokában, az eredmények tudatában a tanulók dönthetik el, hogy végül is hova adják be a jelentkezési lapjaikat, mert a jelentkezés, a tényleges jelentkezési lapokat február 15-éig kell beadni majd. A nyílt nap zárásaként a 8-os diákok, tanáraik és szüleik megtekinthették az iskolát, valamint megnézhették, hogyan zajlik egy-egy tanóra.